Köszöntöm a szubjektív nézőit. A mai műsorban Halász Katalinnal beszélgetek, aki fitness edző, illetve személyi edző. Köszöntelek a stúdióban. Én is üdvözlök mindenkit szeretettel. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy most hétvégén volt egy rendezvény Zomborban, egy csoportos tornaóra, ha úgy tetszik. Tulajdonképpen aerobik, sokfajta mozgásformát kipróbálhattak azok, akik ellátogattak oda. Szerinted milyen közösségépítő eleje van egy ilyen rendezvénynek? Ugye te is ott voltál a csapatoddal, szabadkaiakkal. Így van. Mindig szeretek ilyen rendezvényekre eljárni, mert ugye sok embert megmozgat, és hogyha egy ilyen tényleg egy jó rendezvényről van szó, ami sokrétű programot nyújt, sokrétű, többfajta edzés van jelen, különböző sportok bemutatója is jelen van, tényleg egy jó szervezés, akkor az mindenféleképpen jó kis közösségépítő, csapatépítő, akár egy csapatépítő kis tréningnek is mondható, és hát nem utolsó sorban egy nagyon jó kikapcsolódás, a mozgás ugye az egészséges életmódhoz természetesen hozzá tartozik, és mivel én is edzőként dolgozom már több mint 10 éve aerobik edzőként, illetve nem olyan túl régóta fitness edzőként is, tehát személyi edzőként is, ezért, illetve már nagyon sok ilyen rendezvényen én is részt vettem, úgy leginkább külföldön, ha nézzük Magyarország vagy Európa más országaiban, illetve már többször saját rendezvényeket is, illetve rendezvények keretein belül részt vettem ilyenfajta eseményeknek a szervezésében, úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy ez nagyon pozitív, és támogatni kell mindenféleképpen az ilyen fajta megmozdulásokat, kezdeményezéseket, ezért akár városi szinten, önkormányzati, tartományi, akár állami szinten is, úgy a sportszövetségek, úgy a klubok, úgy a városvezetés. Egy nyilván nagyobb tapasztalatod van olyan téren, hogy például külföldön, illetve hogy össze tudod hasonlítani a külföldi rendezvényeket az itteni, a hazai rendezvényekkel, hol kap ez nagyobb támogatást? Tehát mekkora keletje van ennek mondjuk nyugaton? Ha nyugatról, illetve külföldről, ha már Magyarországot vesszük, ugye ez sok-sok éven keresztül, ez már egy több mint tíz éve fejlődnek ezek az ilyen rendezvények, fejlődnek ki. Én is már több mint 10 éve ugye visszajáró vendég, illetve oktató is vagyok ezeken a rendezvényeken, és az a tapasztalatom, hogy ez külföldön nagyon populáris, nagyon népszerű, illetve az utóbbi években lett nagyon-nagyon tömegessé váltak ezek a rendezvények, mert míg mondjuk például 10-9-8 évvel ezelőtt a rendezvények nagyon-nagyon szakmai jellegűek voltak, tehát azt mondanám, hogy inkább az edzők, azok, akik szakmában vannak és edzőként dolgoznak, akár csoportos aerobik edző vagy fitness edzőként, őnekik volt igazából tulajdonképpen ők jobban fel tudták ezeket a rendezvényeket használni, később a munkájukban is. Viszont az utóbbi években nekem is az a tapasztalatom, hogy a szakmaiság ugyan megmaradt, de bővült a szolgáltatásoknak a száma és az egész különböző fitness ágazatoknak, illetve a különböző fitness típusoknak a skálája, és ezáltal, illetve az árak, azok pedig csökkentek, tehát sokkal hozzáférhetőbbé váltak ezek a rendezvények mindenki számára, így ma már sokkal tömegesebbek, ami a magyarországi tapasztalatom, illetve ha tovább megyünk, ugye még Európában tovább megyünk, akár beszélünk Németországról, Spanyolországról, Franciaországról, ott azért már ugye ár a kategóriákban nagyobbak a különbségek, de ha most maradunk itt ebben a régióban, például Horvátország, vagy akár Bosznia,
itt azért ez a mi régiónk, inkább azt mondanám, hogy itt hozzáférhetőbbek ezek a rendezvények, illetve már az utóbbi években kezdünk itt is fölzárkózni az ilyen rendezvényekhez. Az, hogy kezdünk ezt fölzárkózni, ez mögött az is ott van, hogy egy tudatos oktatási, nevelési szándék is áll mögött, tehát hogy próbálják a fiatalokat valamilyen módon a sport irányába indítani. Ugye Magyarországon már szinte minden nap vannak az iskolákban testnevelési órák, mint nálunk, azért ez nem általános. Így tehát van. Akkor ez a legnagyobb különbség, gondolom. Így van. Tulajdonképpen itt is, ugye itt én nem vagyok ebbe szakértő, de itt kevesebb, úgy gondolom, a testnevelési óra is, és ezt is arra kell törekedni, hogy szerintem, hogy a mindennapokban már gyerekkortól kezdve az iskolásoknak a mindennapjaiba is bevonják ezt a testnevelést. Na most az ilyen rendezvények, ezek akár városi szint, hogyha városi szinten megnézzük, nagyon fontos lenne, illetve nagyon fontos, hogy hogy a város támogasson is rendszeresen, minél többször bármilyen sport, akár legyen az aerobik, akár legyen az egy futball, vagy egy futóverseny, vagy bármi, ami rekreáció, amivel ugyanúgy a gyerekek, de az idősebb korosztály is egészen 5-től 95-ig, vagy akár aki be tud kapcsolódni, részt tudjon venni, mert ugye megint csak visszatérek arra, hogy az egészséges életmód ahhoz, hogy kitoljuk az életkorunkat. Életkorunkat, persze. Így van, ehhez elengedhetetlen a mozgás. Te személyi edzőként dolgozol, amit ugye hogyan is kell elképzelni? Nekünk vannak elképzeléseink arról, legalábbis nekem, hogy ugye nyilván ez heti néhány alkalommal egy kötelező mozgást jelent, de mégis ez hogy néz ki? Tehát a gyakorlatban eldönthetem én például, hogy hetente háromszor vagy négyszer edzek, vagy ezt te döntöd el helyettem? Miután felméred az én képességeimet, mondjuk. Így van. Hát mindenféleképpen ez az edző és a vendég közös megegyezése alapján történik, de mivel az edző az szakember, szakértő abban, hogy bizonyos cél eléréséhez, ha például fogyni akar valaki, vagy izmosodni, mennyi edzésre van szüksége, az milyen összetételű, miből kell, hogy álljon, és így ami általános, az, hogy egy három alkalom hetente, azt mindenféleképpen mindig azt ajánlom, hogy azért azt kell, az a minimum, és így... Valójában naponta minden, kéne, nem? Tehát naponta kéne. Naponta kellene, igen, de viszont akik a személyedzést választják, azok általában vagy elfoglalt emberek, és nem tudják annyira, nem olyan rugalmasak, hogy egy fix időpontban lévő, mondjuk egy csoportos edzés, ahova többen járnak, oda jussanak, ezért alkalmazkodni kell hozzájuk, így én azt mondom, hogy a heti három az már egy jó, hogyha azzal indítunk. De nem csak az időről van itt szó, hanem nyilván a bizalomról is, mert nagyon sokszor azért mennek el edzőtermekbe emberek, hogy ugye sportoljanak, megpróbáljanak egészségesebb életet élni, viszont nem tudják, hogy mihez kezdjenek, melyik gépet próbálják ki, nem tudják, hogy mit egyenek, tehát ez is egy fontos része a dolognak, tehát az élelmiszerbevitel. Így van. Ebben is tudsz tanácsokat adni? Igen, az edző minden szempontból úgy az edzésben tanácsokat ad, úgy az akár egy edzőteremben a gépek használatát, akár a különböző mobilis eszközök, úgynevezett funkcionális eszközöknek a használatát, vagy akár a saját testsúlyos gyakorlatokat, de ugyanúgy az életvitelben, tehát akár a táplálkozást és a napi szokásokban is tanácsot kell tudnia adnia. Tehát tulajdonképpen mondhatnánk úgy, hogy személyedző, de lehetne egy ilyen tanácsadó, akár egy ilyen életvezetési tanácsadó, amiben beletartozik sport, egészséges életmóddal kapcsolatos dolgok. Ez egyre népszerűbb tapasztalatait szerint itt környékünkön, illetve a régióban, vagy azért még mindig sokkal kevesebben fordulnak személyi edzőhöz, mint például akár Magyarországon? Hát ebben biztos vagyok, hogy itt kevesebben. Mivel itt még inkább mindig az a jellemző, és az,
az a jellemző, hogy csoportos edzésekre járnak az emberek. Ugye itt most nem beszélünk árakról, de ugye itt az árkategóriákban is különbségek vannak, tehát egy személyedzés az egy edző és az egy vendég között történik, míg a csoportos órák azok ugye tömegesebbek. Így hát igen, ez még nálunk még mindig nem annyira jellemző. Gyerekcipőben jár, ugye? Igen. Nyugathoz képest. Igen. És általában melyek azok a mozgásformák, amelyeket környékünkön kipróbálhatnak? Ugye most nagyon menő például a zumba, vagy amit én Zomborban láttam most ezen a rendezvényen, a kengu jump. Tehát ezeket nálunk kipróbálhatják az érdeklődők? Hát most amit említettél, ezeket a típusú edzéseket, én ezekben konkrétan nem vagyok érintett, de igen. Lassacskán ugye beszivárognak a különböző trendek, a különböző irányvonalak. Úgy, ahogy mondtad, zumba az azért elég szépen népszerű. Divatba jött nagyon, tehát divatba. Nagyon sokan foglalkoznak vele. Most mondtuk ezt a kangu cipőket, kangu jumpot. Hát ez mind majd ugye elválik, még ugye most kezdték ezeket itt nálunk. Amit én látok, hogy minél egyszerűbb edzésekre van szüksége az embereknek, tehát ne komplikáljuk túl, ne kelljen túl sokat agyalni azon, hogy ezt hogy is csináljuk meg, kifáradjunk, az a lényeg, az embereknek arra van szüksége, hogy kifáradjanak, érezzék azt, hogy dolgoztak, hogy megdolgoztatták a testüket. Úgyhogy én azt tapasztalom, hogy most már inkább jellemző, hogy például ilyen atlétikusabb edzések, vagy ilyen funkcionális edzések, ahol több izomcsoportot mozgatunk meg, és időhatékonyan is tudunk edzeni, rövidebb idő alatt szép eredményt tudunk elérni akár. Az a napi egy, vagy mondta, ahogy mondtad, a heti három edzés közül, tehát egy edzés az milyen hosszú ideig tart? Ez változó? Tehát van, ami 45 perc, van, ami 30 perc, körülbelül egy óra? Egy óra hosszát szoktuk. És ebben a bemelegítés is benne van, meg minden, ami hozzátartozik? Én nem kötöm 60 perchez az időintervallumot, amennyi időt mi szánunk egy edzésre, de körülbelül ez egy órának felel meg, és ebbe természetesen benne van az állapot felméréstől kezdve az edzésterv szerinti edzésen keresztül ugye a tanácsadás, tehát meg egy személyes kapcsolat. Nem csak az edzés alatt, hanem az edzés előtt, az edzés után, ezzel kiépítve ugye a bizalmat, és hogyha bizalom van, akkor a vendég is sokkal motiváltabb. Tehát előfordul olyan, hogy mondjuk például edzésen kívül kapsz egy üzenetet az egyik vendégettől, hogy hát az a helyzet, hogy én most már meggondoltam magam, én többet nem fogok járni edzeni, akkor te megpróbálod őt meggyőzni, hogy hát azért kéne ezzel tovább foglalkozni? Hát nem mondanám azt, hogy meggyőzni, de biztos, hogy elmondom az előnyeit annak, hogy ha folytatja az edzést, akkor biztos, hogy azokat az eredményeket, amiket szeretne, akkor el fog érni. Igen. Tehát észérvekkel próbálok meg hatni. Térjünk vissza egy picit a csoportos rendezvényekre. Elmondtad, hogy idén nyáron is már a Summer Trip keretében működő Fitness Trip nevű workshopban, azaz műhely munkában vettél részt, ami tulajdonképpen csoportos edzést jelent. Milyen tapasztalatokat szereztél? A tapasztalatom, ez a nyári rendezvény ugye összevont több területet, a zenét, a festészetet, a különböző újra felhasznált dolgokból. Olyan műhely is volt, ahol ilyenekkel foglalkoztak, és ugye itt volt a sport is. A tapasztalat az, hogy az embereknek tetszett az, és motiválta őket az, hogy ez nyár van, és szép idő van, palics, vízpart, és egy kinti edzésre eljönni, úgyhogy az idén már, a tavalyihoz képest már előre haladtunk, és szép számú résztvevő volt a mindegyik óra típuson, mert ugye itt is volt zumba, itt is volt intervall edzés, volt aqua aerobik, tehát ilyen
karate aerobik kombináció, illetve kültéri funkcionális edzések különböző eszközökkel, és több edzőnek a részvételével, illetve a bekapcsolódásával, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt folytatni kell, és építeni tovább a minőségét is a rendezvénynek, illetve hogy a minél többen, még többen látogassanak el ide, és ezáltal ugye ezáltal megint csak promotáljuk az egészséges, a sportos életmódot. Mennyire jó az együttműködés például határon túli szervezetekkel, sportszervezetekkel, sportszövetségekkel? Tehát volt-e már olyan, hogy jártok át, például átmentetek egy ilyen csoportos foglalkozást tartani, vagy például Magyarországról jöttek át ide Szabadkára? Ezzel olyannyira nekem még úgy nincsen tapasztalatom, hogy akár valamilyen magyarországi szervezet, de viszont vannak olyan magániskolák, amik nagyon népszerűek, ugye például Magyarországon, ahova ugye az egyikben közülük én is végeztem, és ővelük jó a kapcsolat, mert már volt, még évekkel ezelőtt volt egy ilyen közös aerobik turnénk, úgy mondanám, ami itt Vajdaságban volt, és ott is voltunk Újvidéken is, Zrenjaninban is, Kanizsán is, itt Szabadkán is. És ugyanúgy tervben van, és lesz további együttműködés is. És aztán még egy kérdés arra vonatkozóan, hogy ugye sok ingyenes rendezvény volt a nyáron. Mikor lesz legközelebb olyan például, mint akár amilyen Zomborban is volt? Tehát, hogy bárki elmehet és kipróbálhatja ezeket a mozgásformákat? Így van. Hát ugye ez függ több tényezőtől is, elsősorban attól, hogy ugye, hogy megszervezni egy ilyen rendezvényt, ahhoz anyagi eszközök kellenek. Na most, ami az ilyen úgymond ingyenes rendezvényeket illeti, például az edzői főiskolán most pénteken lesz egy ilyen kisebb iskolán belüli az egyetemistáknak, leginkább az egyetemistáknak szóló sportprogram, ahol szintén több sport lesz jelen, úgy aerobik, fitness és még mások is. Ez mind-mind tulajdonképpen attól függ, hogy a nagyobb rendezvények, például a városi szinten, ahhoz elengedhetetlen úgy gondolom a önkormányzati támogatás, illetve különböző határon túli egymással, tehát együttműködések. Ennyire nyitott a város az új kezdeményezésekre, tehát például az olyan rendezvényekre, amelyek mondjuk eddig, amelyekre még nem volt példa? Hát szerintem ez még a jövő zenéje, én erre azt mondanám. Én mindenképpen azon vagyok, hogy alkossunk, hogy szervezzünk, hogy az embereknek programot csináljunk, hogy ez minél több embernek hozzáférhető legyen, és remélem, hogy a városvezetés is ezt támogatni fogja. Legyen ez a végszó. Halász Katalinnak köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Viszontlátásra!